kedves csoportársak! Szeretettel köszöntelek benneteket, kivétel nélkül mindenkit. Elsősorban megköszönném azt, hogy szeretettel fordultatok felém aggódással, sok-sok biztatással, hogy nagyon sokan jeleztétek, hogy bíztok benne, hogy vissza tudok térni, hogy vártok rám, hogy jól esik, ha bármit tudhattok rólam. Külön megköszönöm mindenkinek, nyilván ennek megvoltak a súlyos okai. Nem szeretném most részletezni. A lényeg az, hogy gondoltam, hogy egy öleléssel köszönöm most nektek mindent, és változatlanul nem tudok más mondani, csak azt, hogy egy lényegesen nyugodtabb, egy sokkal könnyebb évet, egy milliószor élhetőbbet, egy kicsit több vidámságot, ölelést, és kérlek titeket, hogy családtagjaitoknál is ne az ajándékozás legyen a fontos. Annál nagyobb ajándékot nem tudtok adni, mintha most még nagyobb odafigyeléssel, még nagyobb szeretettel, törődéssel fordultok feléjük. Én azt hiszem, hogy most ez a legtöbb, amit adhatunk ebben a helyzetben. Mindenkinek ölelésem, áldott ünnepeket, de legfőképpen nyugodt napokat, és egy sokkal vidámabb, egy sokkal aranyosabb, kedvesebb évet kívánok. Ölelésem mindenkinek, puszi nektek. Anna voltam Nyíregyházáról.